Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a PubMia gyülekezeti házban, és hamarosan egy érdekes előadásról kezdeni. Dobrente Ildikóval beszélgetünk, hiszen Levente Péter éppen készül az előadásra. Önök már nagyon régóta házasok, hiszen mi már találkoztunk, és én hallottam előadásukat, és személyes példamutatást is gondolom, hogy nagyon fontosnak tartják ebben az ügyben is. Hát én biztos vagyok benne, hogy bármilyen fenkölt, vagy vidám, vagy szomorú, tragikus, vagy nagyon tudományos, vagy bármilyen témáról beszél valaki, tulajdonképpen mindig a személyiség, ami dönt. Akármilyen fontos is legyen egy téma, de a hallgatóság, különösen a gyerekek, akik között szintén sokat vagyunk, ifjúság, akik között sokat vagyunk, középkorúak, akik között sokat vagyunk, nem arra fogékonyak annyira. Tehát önmagában maga a téma, az nagyon fontos, de a könyvben is sokszor így átlapozzuk, észre se vesszük a lényeget. A személyiség, ami számít. És a személyiségnél nagyon fontos, hogy személyes legyen, és hiteles legyen. Úgyhogy igen, fontosnak tartom, hogy mi 46 éve vagyunk házasok, és beszélünk egy olyan előadás sorozat részeként a mai estén, aminek az a címe, hogy minek a házasság, minek a család, minek a nemzet. Ma este elsősorban a házasságról lesz szó, és a házasságnak nem annyira arról az oldaláról, amikor mint turbékoló galambok élünk, mert a rózsaszín ködben is nagyon, nagyon sok konfliktus rejtőzik, és ott is van, és a rózsaszín ködben is vannak már is összecsapások, és sokszor válások. Tehát az ember nem beszélhet eleget a megélt konfliktusokról, és hát ha több idő lenne, akkor nagyon jó lenne beszélni például a kommunikációról, ami a szerelemnek a megtartója, és ilyen módon a házasságnak a megtartója, mert a házasságnak a kovásza a szerelem. A szerelem, ami ott lobog 46 éven keresztül, mert ezt nem egy órára kaptuk, nem 10 évre vagy 30-ra, hanem amíg élünk. Ezt arra az időre kaptuk, tehát az a dolgunk, hogy próbáljuk meg életben tartani ezt a szerelmet. A szeretet különböző módjairól is lehet hallani nagyon sokat, hogy szeretve szeretlek, vagy csak úgy szeretlek, hogy szeretnéd, hogy szereselek. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy ilyen nagyon mélyebb előadást megélne, hogy mennyire lehet egyáltalán képmutatónak lenni, éppen amit ön mondott amiatt, hogy kimutatni a másik felé az érzelmeinket. Hát nagyon sokféle módon kapcsolódhatunk egymáshoz. Minden olyan kapcsolódás, amiben az érdek, amiben én vagyok a fontos, és nem te vagy a fontos, tehát akár két ember kapcsolatában, akár egy házasságnak a kapcsolatában, akár a szülőgyereknek a kapcsolatában, ha nem mi vagyunk a fontosak, hanem én vagyok a fontos. Hát az a helyzet, hogy az, aki ilyen önzően gondolkozik, az nem érett meg rá, hogy kapcsolatba kerüljön. De ő is szeretne kapcsolatba lépni, tehát azt kell mondjam, tulajdonképpen semmi baj, csak meg kell tanulni, és ezt meg lehet tanulni, természetesen nem egy este. Egy este tudunk ilyen gyors lapozást folytatni, így végigfutni, és hát egy kicsikét így provokálni a közönséget, mondani örömteli könnyeket, örömteli könnyeket csalni a szembe, tragikus témákkal fájdalmas könnyeket csalni a szembe, és egyáltalán sok mindent, ami az a lényeg, hogy ne unalom maradjon az arcokon.
és mindent, ami pedig kifejtést érdemel, hát azt hosszabb alkalmakon. Most tartunk például mi Péterrel Tatán egy 6 részes sorozatot, ezzel az előadásunkkal, az alkalmanként 3 óra. Alkalmanként 100 ember ott összegyűlik, hát a harmadik, negyedik alkalommal baráti körök alakulnak, és van egy olyan 30 fős mag, akikből körülbelül 20-an együtt is maradnak. Ez a tapasztalatunk, mert vannak nekünk beszélgető köreink is, ott Tata környékén is van egy Telel nevű beszélgető körünk, ez az Elel gondolkodók klubja, de tekintve, hogy tatai, tatabányai tagok vannak, ezért Telel. És ezek a beszélgető körök például tovább viszik ennek a ott megszületett, a mi előadásainkon megszületett szeretett kapcsolatnak tovább viszik az üzenetét. Ez egy nagyon nagy öröm nekünk. Az Elel gondolkodók klubja nyitott közösség, ott nagyon fontos, muszáj erről beszélnem valamit, mert a házasságban is fontos, hogy el tudjuk egymást fogadni. Az Elel gondolkodók klubjai, több van nekünk az országban, annyira ökumenikusak, hogy hívő, nem hívő emberek, különböző pártállásfoglalású emberek vannak benne. Azért vagyunk ott együtt, hogy különböző emberek meghallgassuk egymást. Tehát ez nem egy vitafórum, hanem hogy meghallgassuk egymást, és beépítsük, hogy igen, ez a másik általunk nagyra tisztelt ember, van, ami a Telel 10 éve működik. Hát 10 év alatt mi testvérként szeretjük egymást, különböző gondolkodású emberek. És hát az a helyzet, hogy a családunkban, a szélesebb családunkban is legkülönbözőbb állásfoglalású emberek vannak. Mikor leülünk egy családi asztal köré, és az egyik nevet azon, ami a másiknak szent, milyen nehéz. De mégis azért el kell, hogy tudjuk viselni egymást, és hát valahogyan azt hiszem, hogy ez lenne a megoldás még a parlamentben is. Itt a minden előadás végén egy ilyen búcsúzás van, annak is izizelbe téve egy ilyen szertartása van az önök részéről, amikor úgy köszönnek el, hogy zenére, és megfogják egymás kezét, tehát a jelenlévők is megölelhetik, én láttam már ilyet, egy érintés, egy kézérintés, igen, és van, aki... Igen, és én láttam már ilyet, hogy tényleg mindenki ilyen felszabadultan odaszalad önökhöz, és nagyon örömmel veszi ezt, ez is egy fontos rész annak az egymás elfogadásának. Így van. Az előadás maga az egy szellemi és lelki találkozás, és ez itt a végén, a színházi előadásainkban is ez egy régóta meglévő szertartás, hogy a végén van a testi érintkezés, de ez csak egy ilyen finom, tehát nem ez a sportpályán szokásos összecsattintás, csak egy finom kézérintés. És van, akinek semmi más, csak pontosan ez csal könnyet a szemébe, mert katartikus értékű valóban, hogyha 400-an vannak, 400 emberrel érintünk kezet, aki ezt igényli. Aki nem, az meg szépen fogja a kabátját és elmegy. Azt kívánom, hogy nagyon sok emberrel sikerüljön ma ilyen kézérintéshez zárni ezt a mai előadást, és remélem, hogy akkor, ahogy mondta, hogy vannak különböző előadások, még találkozhatunk Karcagon is. Én is nagyon remélem. Azt remélem, hogy lesz mindenkinek valami hazavinni valója, mert azért jöttünk. Hajdúböszörményből jöttünk, 2 napot töltöttünk most ott, itt a közelben, és nagyon tele a szívünk még ennek a 2 napnak az emlékével. Tényleg sok találkozás, örömteli beszélgetés, ölelkezés emlékével érkeztünk ide. Én remélem, hogy ez itt is így lesz. És nagy szeretettel köszöntjük a kedves karcagiakat. A nagykonok híresek a szeretetükről, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy hasonló élményekkel mennek haza Karcagról is, és akkor találkozzunk legközelebb is Karcagon. Úgy legyen. Levente Péterrel beszélgetünk, hiszen itt beszéltünk az előbb, Ildikó elmondta, hogy miről lesz ma szó, és a végén azzal zártuk, hogy mennyire fontos az érintés és a szeretet átadása az előadásokon.
Önnek ez mindig egy feltöltődés jelent azon az oldalon is, hiszen aki kapja ezt a másfél-két órás előadást, annak igenis önnek. 52 éve dolgozom, és bár 52 éve nem tudtam így megfogalmazni, csak éreztem, de döbrenterítékkor való közös 46 évi munkánk, szerelmünk és alkotói közösségünk eredményeképpen én körülbelül 35 éve három szempontból minden helyzetet körbejárok. Lelki, szellemi és materiális szempontból. A gyerekeknek lelki erőt akarunk adni, a szülőknek már szellemi plusz dolgot is, a gyerekeknél lehet, hogy didaktikusnak tűnik, de a gyerek ez kacagó koncertet kap, és végig kacag, és utána nem tudja elmondani a tartalmi eszmei mondani valót, a tartalmát, de érzi. A szülő, a felnőtt, a pedagógus, aki ugyanakkor látja, vagy külön felnőtteknek, mint most csak felnőtteknek, dolgozunk, szolgálunk, őnekik már kifejezetten a lelki erő mellett, a lelki biztonság mellett már szellemi mannát is kívánunk adni. Természetesen körülbelül a hatása ennek olyan, hogy a felnőtteknek egyharmada kősziklo állapotban van, egyharmada tüskésbokor állapotban, egyharmada már várja a tavaszt, felásott föld állapotban fogadja, és már is szárba szökkenhet az a mag, amit innen elvisz. A saját családja érdekében, település érdekében, és a nemzetünk érdekében. A harmadik dolog a materiális, amiről maga beszélt az elején, hogy mi 1974 óta a Cseppeli Munkásotthonban Döbrenter Ildikó találta ki, hogy nem vastapssal tapsoltatjuk magunkat, hanem minden egyes szolgálat után. A nézőtérre megyünk 500 főig, minden egyes nézőtéren, minden egyes nézőtől egy gyönyörű zenére, Grillus Vilmostól kértük, angol keringi most is lehet hallani, amire még véletlenül se lehet tapsolni, egyenként mindenkivel kezet érintünk, így ahogy most én magával, lélek, szellem és testi találkozás, és a kameramannal, Isten áldjon, és búcsúzom mindenkitől, nem ért véget a móka mára, most kezdődik, viszontlátásra!